Tette az autót, hiszen kormányi problémánk volt a gerbe. Azt teljesen új kormányban megoldottuk. Teljesen jól működik az autó. Én nem működöm jól, sajnos. Tegnap elrontottam a gyomromat, és hát igazából ez nem nagyon tud helyrejönni. Úgyhogy nem vagyok fitül, és ezáltal kicsit indiszponáltam közlekedünk. De megpróbálunk a második körre még jobban gyorsulni. 9 másodperce vagyunk lemaradva a harmadik helyről két VD-ben, ugye nekünk a két VD a fontos. És akkor rendre mögé fel tudnánk zárkózni, így csak akkor egy ponttal megy el. Úgyhogy ezen fogunk dolgozni most. Az első kettő, ez nagyjából mondhatjuk azt, hogy egyforma. Nagy veleg azért az úgy tréfás, tehát igazából, mivel beérsz a faluba, van egy jobbos-balos kombináció, de ott mind a kettőben sikerült keresztbe megérkezni. Nagyon csúszik az a fehér aszfaltrész, úgyhogy nem is esik az eső. Tetszenek, igazából inkább az első kettő tetszik jobban. Igazából nekünk az utolsó körbe kezdődött a verseny, azt gondolom, és egy igazi jó kis csatát vívtunk Molnár Feri bácsékkal. Volt, amikor csak egy tized választott el minket a dobogótól, és aztán végülis 4,5-re sikerült ezt megváltoztatni. Gratulálunk Endrének, gratulálunk kis Szőke Andrisnak, mert hogy végre célba van, és tényleg ő is megérdemli, mert nagyon sokat küzdött ezzel az autó, hogy célba érjen, és hát ezzel így Nyíregyházán nyitva maradt a bajnokság, mert egy ponttal vezet Endre, úgyhogy csomagolunk és megyünk Nyíregyházára. Az elején nagyon megijedtem, mert az első gyorsan, hogy lejöttünk, és mondtam, te jó ég, mi lesz ebből a mai napból. Ott nagyon sokat is kaptunk, de az első kör az még nem volt meg, aztán a második körre a ebéd után összeállt az ember. Úgyhogy második körben már tudtunk jókat autózni, hát így a végére azért ez kemény volt, nagyot küzdöttünk és sikerült. Köszönet Kanyé Antéknek és az egész csapatnak, hiszen ők tartották bennünk a lelket, hogy végig kell mennünk, és megint egy nagyon jó autót adtak nekünk.